Párizs, 1789. Épp kezdetét veszi a francia forradalom, illetve annak egy alternatív valóságba helyezett verziója, aminél agresszív, kifogyhatatlan energiával rendelkező masinák lepik el az utcákat és verik szét a lázadozó népséget. 16. Lajos szó szerint bedarál mindenkit, aki ellenszegül, és nem úgy tűnik, hogy bárkinek is van esélye egy ilyen jellegű hatalom ellen. Ekkor jelenik meg a történetben karakterünk Aegis, aki valamilyen misztikusoknál fogva öntudatra ébredt. Ellenben minden más automatonnal Aegis nem agresszív, tud beszélni, saját gondolatokat és véleményeket alkotni, és a királynő parancsait követve egyetlen feladatot kap. Szervezzen ellenállást, verje le a zsarnokot, közben pedig még saját eredete misztikumát is felgöngyölítheti. Jobb mindjárt az elején tisztázni, hogy a Steel Rising nehéz. Méghozzá nagyon nehéz. Ez ugyanis egy Souls-like játék, viszont bele lett építve egy assist módnak nevezett kis szösszenet, amivel megkönnyítheted az életet, ha kevesebb kihívásra vágynál. Az ellenfele kevesebbet sebeznek, vagy épp nem veszíted el a lelkeidet, így nem kell kiakadni halál után, meg pánikszerűen keresni a maradványaidat. A szokásos tutorial szekvenciát egy meglepően informatív és érthető átvezető videó előzi meg, amiben egy minimalista karakterkészítő lett beágyazva, majd Párizs utcáin találod magad és jöhetnek a harcok. Eleinte csak egyszerű kertész robotok támadnak rád, de ahogy haladsz előre, jönnek az egyre kreatívabb és megcsavar dizájnok. Nincs belőlük rengeteg, de jól vannak adagolva és jól variálódnak, attól függően, hogy milyen az affinitásuk. Szinte mindből van tüzes, áramos, jeges verzió, és nyilván te is használhatsz efféle elemeket a harcok során. Fegyvereid is hasonlóan működnek. Van nagyjából 6 fajta és azok variánsai, amik másfajta extra sebzést osztanak ki, és esetleg a speciális mozdulatuk különbözik társaikétól, úgyhogy egészen látványos és változatos darálásokat lehet leművelni. A shortcut rendszer és a pályadizájn is kalaplendítést érdemel. Nem annyira komplex egy-egy terület, cserébe úgy meg vannak szórva kinyitható kapukkal, hogy a sok esetben 3-4 órás gyepálások végén nem hittük el, mikor kiukadtunk a pálya legelején. A sztori egy bizonyos pontján bejönnek egyéb elemek is, mint például gyengébb falak áttörése, a magaslatokra való felcsákjázás, vagy épp a levegőben való desselés, és a játék ekkor egy teljesen más arcát mutatja meg. Mintha Párizs a szemed láttára nyílna ki, és olyan helyeket érhetsz el pillanatok alatt, ami korábban egy félórás tortúrával egyenértékű csihipuhiban kulminálódtak. Alapmechanika még az ugrás, ami szintén fontos elem. Az egyértelmű játékmeneti dolgok mellett egy negatívum is köthető ehhez a szabadabb felfedezési módhoz, mégpedig a láthatatlan falak jelenléte. A Steel Rising többnyire jól fent tudja tartani az illúziót, hogy nem egy csőjáték, ami eléggé szerteágazó, de attól még csövek jobbra-balra egymásba tekeredése az egész. Néhol viszont sajnos nem sikerült lerakni semmit az utca közepére, csak egy szekeret, mellette 3 méter légüres térrel, de mégsem mehetsz arra. Vagy épp, mikor félig meddig a háztető között suhansz, mint egy szuperhős, majd egyszer csak megakadsz, mert alattad 2 méterre ott egy fal. A bosszok nagy része könnyen kiismerhető, és igazából csak akkor kerülsz komoly bajba, ha nagyon el akarod sietni a dolgot. Belehalni pedig csak akkor fogsz, ha tényleg érthetetlenül mész fejjel a falnak. 3 boss típus különböztetnénk meg. Az egyik az 1000-szer látott és újra hasznosított átlag ellenfél, csak 2-szer olyan nagy és 7-szer annyi az élete. Nála többnyire még új mozdulatokra sem futotta. A második típusban az egyszer használatos, de nagy kihívást nem nyújtó ellenfelek tartoznak, amiket 2 marokkal szórnak rád a játék vége felé, mert miért ne? A harmadik kategória a titánoké, akik viszont egytől egyik élvezetes, kihívás nyújtó dögök. Nem mondjuk, hogy a Bloodborne vagy az Elden Ring fő ellenfeleivel egy lapon említenénk bármelyiket is, de találkozásaink abszolút jó és emlékezetes küzdelmeket szültek. Természetesen mellékkarakterek és a mellékküldetések is képbe kerülnek. Minden egyes megmentett főbb történelmi személy megszór valami kisebb-nagyobb történettel, amik ritkán világrengetőek, de annál inkább hozzáadnak a sztorihoz és a szereplők hátteréhez. Illetve lényegében minden küldetés megnyit egy újabb területrészt, sokszor meglepően méretes helyeket az amúgy is labirintusszerű környékeken. Ez már csak azért is jó, mert tovább gyönyörködhetsz a Louvre, a Bastille vagy épp a Luxemburg palota látványában, amikhez tényleg emlékezetes pillanatok köthetők. Legutóbb talán az Assassin's Creed Unity-ben láthattuk Párizs ezen korszakát, és nyilván nem fogjuk a Steel Risingot egy AAA kategóriás játékhoz hasonlítani, lévén attól nagyon messze áll, de azt kell mondanunk, a lehetőséghez képest sikerült maradandót alkotni. Az art style gyönyörű, a hozzáadott egyedi ízek is teljesen jól működnek. A gépek fantasztikusan néznek ki a maximum grafikai beállítások mellett, de ugyan magában az egész játék csillog-villog, és egyszerűen jó ránézni. Teljesítmény problémákkal, lassan betöltődő textúrákkal és egyéb grafikai anomáliákkal kizárólag a PC-s verzióban találkoztunk, a konzolosokat ez nem érinti.
Minket tehát megvett a játék. Talán a számunkra a leginkább fekvő, legélvezetesebb Souls-like cím, amihez a From Softwarenek nincs semmi köze. Mindezt nyomott áron és egy meglepően hosszú, több mint 20 órás játékidővel, persze mindezt úgy, hogy nem csak végigrohansz a területeken meg a sztorin. És nagyon, de nagyon megéri nem így tenni, hiszen a Steel Rising képes elvarázsolni, beszippantani és magában tartani. Így tőlünk abszolút megérdemelten 88%-ot kap. Ha szeretnél még többet megtudni a Steel Risingról, akkor kattints a leírásban található linkre, és ha tetszett a videó, ne felejts el dobni egy lájkot. Köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb!